Hello! A mai napon a Máté evangéliuma 7. fejezetéből a 13-tól 23-ig tartó igeszakaszt fogom nektek felolvasni az egyszerű fordítású Bibliából. Szűk kapu és keskeny ösvény. A szűk kapun menjetek be, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta. De az életre vezető ajtó és ösvény keskeny, és csak kevesen találják meg. A hamis próféták. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik bárányoknak öltözve közelednek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok. Arról ismerhetitek fel, hogy valójában kicsodák, hogy mit tesznek, és annak mi az eredménye. Hiszen egy tövises bokor sem teremhet szőlőt, vagy bogáncskóró fügét. Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöket terem, a rossz fa pedig rosszakat. A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hoz jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre dobnak. Tehát ezeket a hamis prófétákat is arról ismeritek fel, hogy milyen gyümölcsöket teremnek, vagyis arról, amit tesznek. Nem mindenki fog bemenni a menny királyságába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! Csak az megy be, aki megteszi, amit a mennyei atyám akar. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben üztük ki a gonosz szellemeket? Nem a te nevedben tettünk sok csodát? Akkor világosan megmondom nekik: sosem ismertelek titeket. Menjetek el tőlem, ti gonosztevők! Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!